Csak szervezettséggel lehet megoldani a magánerdő problémáját, és ezt próbáljuk folyamatosan bizonyítani. Ennek a rendezvénynek is az volt a célja, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, amire szaktának szüksége van. Szükség van az erdőtörvény módosítására, hogy az erdőből meg tudjunk élni, és az erdő azoknak a közszérű szerepeinek is eleget tudjon tenni, amit a társadalom elvár tőlünk, illetve szükség van forrásokra, azokra a forrásokra, amivel a magánerdő tovább tud fejlődni, innovatív gondolkodásra, és arra, hogy korszerű technológiával jó minőségű erdőket hozzunk létre. Ez volt a rendezvény célja. Úgy érzem én is, hogy az itt lévő megjelent tagok, az itt lévő előadók rendkívül fölkészültek voltak, a tagok aktívak voltak, és mint ahogy szokás mondani, nagyon örülök neki, ha a rendezvény elérte célját. Maga a kezdés is formabontó volt, hiszen itt az igazgatóasszony megnyitó szavai után az illusztris közönség mellett több száz különböző korú gyermek vett minket körül, akiknek párhuzamosan a konferenciával rendkívül komoly erdész szakmai programjuk volt. Nagyon fontos hangsúlyt látunk, fektetünk arra, hogy az erdő környezeti nevelés terén a magánerdő is bizonyítson. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ebben a zöld erdőben jártunk programsorozattal, amit elindítottunk és az egész évben végig fogunk csinálni, megnyerjük magunknak a diákokat, a kisdiákokat kortól és nemtől függetlenül, hogy az erdőt becsüljék meg, mert ha az erdő több funkciójáról beszélünk, azért nekünk az egy nagyon fontos dolog, hogy az erdő a gyerekek számára egy vonzó hely legyen, és azt az erdőt, amit mi fáradtságos munkákkal csináljuk, azt ők megbecsüljék. És egész biztos vagyok benne, hogy ez a rendezvény ezzel is elérte a célját, és a gyerekek, mint láthatjuk, nagyon jól érzik magukat, és biztos vagyok benne, hogy a további ilyen rendezvényeink is ugyanilyen sikeresek lesznek. Fontos az, hogy ennek ilyen markáns üzenete legyen a szülők a civil társadalom felé. Hát egy kicsit, mint a félnének az erdőtől, mert ez milyen veszélyes, és ott még valami pók is mászkál. Hát azért a városban mennyi több veszély van, igaz? Ki kell ezt ennyire hangsúlyozni? Szükség van erre? Vissza kell térnünk a természethez. Vissza kell térni a gyerekeknek is. Nem kell félni a természettől, az erdőben nincsenek veszélyforrások. Azok a veszélyforrások, amik az erdőben vannak, a városban valóban attól százszor több veszélyforrás van, és mégis minden nap a gyerekeinket az utcára engedjük, minden nap közlekedünk velük, de egész biztos vagyok benne, hogy ha statisztikát állítanánk a városi közlekedésben, balesetekben, és sok minden más egyébben sokkal többet kockáztatjuk a gyerekeink életét, mint az erdőben. Én azt mondom, hogy mindenki küldje nyugodt szívvel erdei iskolába a gyerekét, tanuljon meg egyetülni a természettel, és akkor épp egészséges gyermekek fognak visszakerülni a városba, ahol aktívan tudnak feltöltődve a tanulással, a munkájukkal foglalkozni.